Szép jó estét mindenkinek, örülök, hogy ilyen nagy számban megjelentünk. Üdvözlök ismert, ismerős, régről ismert és még nem ismert arcokat. És ma este a Zenről lesz szó, a Zen buddhizmusról, a Zen meditációról. Egyáltalán mire jó ez az egész, miért kellene importálnunk 8000 kilométerről valamit, amikor civilizációnk már annyira gazdag. És lehet, hogy azért kéne importálnunk, mert a kevesebb az több. Bátran, majd kivágjuk. Oké. Okay. Mit jelent az, hogy a kevesebb az több? Ha megnézed a civilizációnk, ez az európai, amiben most élünk, az elmúlt 100 évben kitermelt 2 világháborút, számos forradalmat, számos rendszerváltást, hihetetlen átrendeződéseket, és nagyon nem veszük észre, hogy ez hol kezdődött. Azt hisszük, hogy a politikában, a gazdaságban, a történelemben kezdődött. De honnan kezdődött a történelem? Honnan kezdődtek azok a gondolatok, azok az érzelmek, amelyek nem csak az utolsó 100 évet, hanem az azt megelőző 2000-2500 évet Európában olyanná tették, amilyenné? Hol kezdődtek azok a gondolatok, amelyek az emberi létet az egész Földön olyanná teszik, amilyennek most tapasztaljuk? És szándékosan naggyal kezdem, hogy ne érezz személyesnek. De ebben mindenki benne van. Mindannyian benne vagyunk. Mind a 7 milliárd ember benne van vastagon. Tehát mit tehetünk? Azt tehetjük, hogy megtaláljuk a gondolataink forrását. Azt tehetjük, hogy megtaláljuk az érzelmeink forrását. Azt tehetjük, hogy felelős módon rátekintünk arra a kultúrára és civilizációra, amiben élünk. És talán arra jó a zen, hogy eljutsz ezekhez a forrásokhoz. Eleinte ez külön központnak tűnik a gondolat, az érzelem, az akarat esetén. De valójában nem az. Ezek a források nem elkülönültek, ezek egy helyről jönnek. Ahogy a tanítás mondja, a 10000 dharma visszatér az egybe. De hová tér vissza az egy? Hát ezt az egyet mi nagyon szépen el tudtuk nevezni Istennek, Buddhának, lényegnek, eredeti természetnek, eredeti arcunknak. Gondolkodunk róla úgy, mint egy entitás, mint több entitás. Nagyon sokféle képünk van erről. De valójában tapasztaljuk-e? Valójában a miénk lesz-e? Valójában egyé válunk-e vele? Mert ha nem, akkor csak a szokásainkat és a kondícióinkat követjük, és nem tudunk érdemben változtatni azon az életen, amit élünk, és azon a halálon, amit halunk. Márpedig ez a rálátás, belátás és változtatás mindannyiunk lehetőségei közé tartozik. Hol kezdődik ez? Hát nem makroszinten, nem 7 milliárd ember szintjén, nem civilizációkat átívelő történelmi távlatban, hanem benned, az emberben, a személyben. Tehát a saját szenvedésed lesz az, ami már esetleg kirobbantott a saját kényelmi zónádból, a saját önképedből, és ez az, ami a személyes élet szintjén változtatást követel. Én nem akarok tovább így élni. Én nem tudok tovább így élni. Én nem lehetek ilyen ember. Nekem másnak kell lennem. Nekem meg kell változnom. Ismerősek ezek a mondatok, ugye? Ebben a teremben mindenki élt már eleget ahhoz, hogy ezt valamilyen formában átélje. De megint csak, eljutunk-e a személyiségünk alapjáig? Eljutunk-e addig a masszáig, amiből ki vagyunk gyúrva? Amiből kigyúrtuk magunkat? Amiből jelen pillanatban is táplálkozunk? És ha nem, ha ezt nem látod meg, akkor nem tudsz érdemben változtatni magadon. Egy kis felszíni púder van, egy kis maszk, egy kis smink, egy kis felszíni tüneti kezelés. És a legtöbben ezt szeretnénk, mert így ez így könnyű, veszélytelen. Nem nagyon kell vele később foglalkozni, gondoljuk. Hogyha jó a maszk, akkor mindegy, hogy milyen az arc mögötte. De amikor egy olyan mélységű válságot tapasztalsz, hogy egy darab maszk nem marad meg rajtad,
akkor kénytelen vagy mélyebbre menni. Kénytelen vagy mélyebbet kérdezni, és nem érheted be felszínes válaszokkal. És az Zen útja pontosan az, hogy találd meg igazi önvalódat, és tapasztalj. A puszta hiedelmekből nem élünk meg, mert pont a legkeményebb helyzetekben hagynak ott. Az illúziókkal semmi baj nincs, csak nem tudsz rájuk támaszkodni, ezért illúziók. A hiedelem világgal semmi baj nincs, csak amikor igazából szükséged van rájuk, akkor nincsenek sehol, mert szétfoszlanak. Mi az, amire tudsz támaszkodni? Mi az, ami valójában te vagy? Mi az, ami túlmutat életen és halálon? Ezek a kérdések egy pontba sűrűsödnek. Ebbe a pillanatba. És ha ezt a pillanatot 100%-osan tapasztalod, akkor tapasztalod igazi önvalód, tapasztalod azt a tudatot, amely mentes jótól és rossztól, élettől és haláltól, berögződöttségektől és buta szabadságtól, ami valóban te vagy, és minden lehetsz. Bármivé formálhatod önmagad. De mivé akarod, és mivé kell? Ennek egy olyan útját mondom most el, ami talán nem haszontalan azok számára sem, akik már ezt hallották. Ez a Zen kör. Ez egy tanítóeszköz, és önmagában nem létezik. Azért csináltuk, és azért használjuk, hogy elmondhassuk vele az út főbb szakaszait. Ezen a körön 5 pont van, de hogyha más formában ugyanezt, vagy hasonló tanítást szeretnél látni, akkor a 10 bika történetet is megnézheted, ott az 5 helyett 10 pont van. Az első a nulla. A nulla, amikor az ember azt gondolja, hogy ő tökéletes, vagy ő vele legalábbis túl nagy baj nincs, de a világ az szörnyű, meg a másik embertől jön az összes problémám. És egyébként én jó vagyok, csak engem hagyjanak már békén. Úgyhogy amikor ez van, akkor nincs kérdés, csak állítás, sőt vád, sőt másra mutogatás. Ez a nulla fok. Ismerős, ugye? Minél nagyobb hatalma van valakinek, annál inkább megteheti ezt. Minél több pénze van valakinek, annál inkább megteheti ezt. Tisztelet a kivételnek. És hogyha bekerülsz egy olyan válságba, hogy ez az énség, ez a kőkemény egoitás nem tartható tovább, ami a nulla fokot jellemzi, akkor elkezdesz kérdezni. Az első kérdés az az első fok. Az első valójában föltett kérdés az kimozdít a nulla fokról, és elkezdesz tanulni. Ez lehet olyan, mint az iskolai tanulás, de nem egyenlő azzal. Ez az önmegismerésnek az útja. És az önmegismerés először gondolatok útján történik, vagy az érzelmek artikulálása útján történik. Tehát gondolkodsz, érzel, megpróbálsz rálátni arra, ami történik benned, de ez még nagyon durva. A fogalmi gondolkodással elkezded aprítani azt a hatalmas falat, azt a hatalmas gátat, amit önmagad jelentesz a saját utad előtt. Rengeteget olvasol. Rengeteg helyre jársz, rengeteg emberrel beszélsz. Mert út kell. Már nem vagy az, akinek szeretnéd hinni magad. De még nem vagy az, aki valójában lehetnél. Elindult az átmenet, de még nem vagy sehol. Tehát a tanulás az nagyon nagy erőfeszítést kíván. De önmagában ez nem elég, mert egyszer rájössz, hogy a térkép, akármennyire is jól tanulmányozod, nem egyenlő a tájjal. Az elmélet nem egyenlő a gyakorlattal. A szakáskönyv nem egyenlő a vacsorával. És ez a 90 fok, amikor már elolvastál mindent, bejártál mindent, jó magyarosan shoppingoltál eleget. Ugye? És amikor ez megvan, akkor rájössz, hogy ez szükséges, de nem elégséges. És rá kell lépni az útra, ami bevezet a tájba, meg kell ragadni a főzőkanalat, ami megfőzi a vacsorát, tehát cselekedni kell. Ekkor lépsz a gyakorlat ösvényére, és ekkor kezdesz el meditálni.
amikor erre rájössz, és kimozdít az intellektuális tudás, vagy az artikuláció, a megfogalmazás már kényelmes zónájából, akkor vagy 91-en. És gyakorolsz, és eljutunk oda, amit mondtam az előző fejezet elején, hogy akkor a kevesebb lesz a több. Egyre kevesebbet tudsz. Nem amnézia, nem emlékezett kiesés, nem tudat zavar. Szelekció, kérem szépen. Tehát senki se rémül meg, mert kidobja a konyhai szemetet. Senki se rémül meg, mert ugye a szitában csak az marad meg, ami igazából kell, és alatta kihullik, ami nem, vagy pont fordítva. Tehát egyre kevesebbet tudsz, de egyre többet tapasztalsz. És egyre inkább a fogalmi tudásnak ugye a csúcsa felé közelítesz, ami nem gondolat. Ugyanis, hogyha meg akarod ismerni a gondolatok, érzelmek, a jelenségek forrását, akkor szükségszerűen valami olyasmiről van szó, ami nem jelenik meg és nem tűnik el, nem gondolható és érezhető, mert ez az, ami gondolkodik és érez. Tehát egyre kevesebbet tudsz és egyre többet tapasztalsz, egyre inkább kiürülsz, de ezzel párhuzamosan egyre teljesebbé válsz. És a 180. fokon eléred azt, ami csak ennyi. Tehát a teli üresség vagy üres teljesség, akárhogy mondom, nem mondok igazat, de százféleképpen le lehet írni és meg lehet fogalmazni, ugyanolyan helyes vagy helytelen mindegyik név. A sivatagban majdnem szomjan pusztulónak, mindegy, hogy milyen nyelven mondom, hogy van vizem. Őt az nem érdekli, neki inni kell. Tehát mindegyikünknek tapasztalnia kell, ez a tapasztalat nem adható kívülről, és ha megvan, akkor már nem tagadható belülről. Amikor rájössz, hogy maga a tapasztalás is szükséges, de nem elégséges, akkor léptél a 181. fokra, mert a hegyről le kell jönni, a tisztasággal valamit kezdeni kell. Ha rájössz, hogy lényegileg te és az összes többi érző lény egyek vagyunk, mert ugyanaz a lényegünk, ugyanaz a buddha természetünk, ez csak a 180. fokon tapasztalhatod, akkor mit csinálsz? Ha már ez megvan, ha már ennyire komoly imperatívusz van belül, mit csinálsz? És a 181. fokon döntöd el azt, hogy na most ennek birtokában változom. Nem igazságot teszek kívül, hanem megigazulok belül. Nem ítélek kívül, hanem helyesen különböztetek meg belül. És elindul a karmának egy olyan változása, amikor az, ami szilárd volt, az hirtelen folyékony lesz, ami folyékony volt, az meg is tud szilárdulni, ami légnemű volt, az vissza tud szilárdulni, és ami kőkemény volt, az látszólag el is illan. Ez minden gondolatodra, érzelmedre, a múltadra, a jelenedre, a jövő, ez mindenre igaz, csak amíg nem tapasztalod mindennek a lényegét, addig nem hiszed el, és ne is hidd el. A tapasztalatodnak higgy. Az a tiéd. És amikor ennek a munkának, hogy bármivé lehetsz, és bármiből kijöhetsz, ennek a csúcsára értél, akkor vagy 270 fokon. Ezen a ponton minden lehetséges, sőt mindent elkövettél, amit elkövethettél, hogy a pozitív változás, vagy a helyes változás útjára térj. És amikor rájössz, hogy ez még mindig egy picit csak önmagad, bár a világra már hatással volt, amikor tényleg tevőlegesen elkezdesz segíteni másokon, akkor léptél át a 271. fokra. És akkor tevőlegesen az életmódod részeként valamit vállalsz, legyen az családon belül, családon kívül. És a 360. fok az, amikor a kör eltűnik, minden tisztán olyan, amilyen, és a te másoknak segítő természeted, buddhiszatva természeted teljesen manifesztálódik. Tehát 360-on nem csak az égkék és a fűzöld, a madarak csiripelnek és a kutyák ugatnak, hanem ha valaki éhes, enni adok neki, ha valaki szomjas, inni adok neki. Miért van erre a hatalmas útra szüksége ahhoz, hogy ez meglegyen? Egyszerűen azért, mert lerakódott ránk a saját karmánk, mint a guánó keményen, vastagon. És úgy tűnik, hogy nincs más útja
a változásnak, mint hogy megismered, a lényegét tapasztalod, megváltoztatod, majd végül másokért felhasználod mindezt. Nincs rövidebb út. Nincsen shortcut magyarul. Vannak, akik szeretnének egy vagy más fokon átugrani, és életeket töltenek el azzal, hogy megpróbáltak blitzelni. Nem megy. És amikor ez megvan, akkor már nem akarsz enni adni a szomjas embernek víz helyett. Nézd meg, mennyi mindent próbál. Én csak jót akartam neked, kisfiam, kislányom. De nekem nem erre van szükségem, kedves, és akkor kimondod a nevét. Mert én szomjas vagyok, de állandóan enni akarnak adni. Vagy éhes vagyok, és állandóan inni akarnak adni. Mert állandóan valaki jobban akarja tudni. Mert állandóan valaki osztja az észt. A megemésztetlen, nyers gondolkodást. És ebben a körben forgunk, nem csak Európa, de Európa aztán tényleg vastagon. Az ismert ugye civilizációnk, hát ugye görögökkel kezdődött valamikor úgy Mükénéi kor, tessék 1700 évet visszamenni Krisztus elé, nagyjából akkor. És azóta benne vagyunk, és gyönyörű dolgokat fedeztünk föl. Feltaláltuk a tudományt, feltaláltuk a különböző típusú monoteista berendezkedéseket, és mire mentünk vele. Sok mindenre, de nem oldottuk meg az alapkérdést. Mi a szenvedés, mi az oka, mi a megszüntetése, és mi a megszüntetés útja. Ez a négy, ez mindenhol ott van, az orvostudománytól kezdve a családi asztalig. Csak nem fogalmaztuk meg négy nemes igazságként, ahogy a Buddha tanítja a Lótusz Szútrában. Úgyhogy az út így szimbolikusan ezzel a zenkörrel ábrázolva és így praktikusan elmondva, ez lehetséges, és én azt mondom, hogy szükséges, de ne én mondjam. Jöjjél rá te, hogy szükséges-e vagy nem. Van-e kérdésetek? Zenről, életről, útról, úttalanságról, bármiről. Mondd. Hát, miközben beszéltél, végig az járt a fejemben, hogy én igazából egy keresztény neveltetésben részesültem, és bár fenntartásokkal kezelem ezt a dolgot, azért, hogyha lecsupaszítom magára a Bibliára, akkor én abban nagyon sok hasznos iránymutatást találok. És mondjuk számomra a magva az egésznek az végül is a szeretetnek az eszménye. Mi a szeretet? Mi a szeretet? Mi a szeretet? A magam részéről meglátni az akárkiben tulajdonképpen nem magamat. Vagy hát legalábbis... Hát ja, talán így tudom a legegyszerűbben megfogalmazni. Ez mindig megy? Nem, de a törekvés az már talán egy pozitív jelenség tud lenni. Az igazából a kérdésem az az lenne, hogy vajon így is meg lehet-e közelíteni azt, amiről beszélsz. Természetesen, csak van egy kulcsszó. Azt mondtad, hogy megpróbálom a másikban meglátni önmagam. Mi ez az önmagam? Tény, és azzal, hogy arra törekszem, hogy a másikban önmagamat próbálom meglátni, azzal önmagamhoz is közel kerülök, és hát igyekszem a másikhoz ugyanígy, tehát ez egy ilyen oda-vissza csatolásként működik. Ezért próbálok az utca emberéhez is úgy viszonyulni, mint a barátaimhoz. Ez mind szép és jó, és ezt ugye az ember díjazni szokta, hogy megpróbálunk cselekvő együttérzéssel és pozitív érzelmekkel viszonyulni másokhoz. Csak ehhez tisztáznunk kell, hogy mi ez az önmagunk. Mert hogyha nem tiszta, akkor ha ez a fogalom így kong, akkor megint csak a legkeményebb helyzetekben hagyott. Mint egy autó, ahol a folyadékszinteket nem ellenőrizték. Úgyhogy egyszer valahova sietni kell, és úgy szétdobja a hengerfejet, mint a szél. Úgyhogy ha ez az önmagunk tiszta, akkor a szeretet is tiszta. De hogyha ez az önmagunk, ez nem világos, mert biztos, hogy nem a szakállas arcodat keresed egy öreg néniben. Lehet, hogy megtalálod, mert előfordulhat, de így nem. Tehát a lényeg az, hogy ez az önmagunk legyen tiszta.
És hogyha ezt tapasztaltad, akkor a szeretet sem gond. Most megmondom, hogy így ázsiai szemszögből, ez az önmagunk, ez nagyjából ugye, hogyan néz neki. És ez megint egy részleges, de szerintem szükséges leírás, és ez az energia oldalról, a tudatit elmondtam az enkörben, most jön az energia része. Mindenki, amikor megszületik, egy bizonyos mennyiségű energiával születik, ezt a gyerekeken már látod, hogy mennyit mozog, mennyit sír, mennyit alszik, mennyit eszik, ennek van egy kvázi élénkség vagy elevenség indexe, és vannak olyan gyerekek, hogy gyakorlatilag ilyen kis mini-terminátorként működnek, mert annyi energia van bennük, hogy pillanatokat szétdobják a szobát, a lakást, a szüleik idegzetét, és még egy-két rokon biztosítékot is kigurítanak biztos. Ezt úgy hívják, hogy sok az energia benne, úgyhogy vongi, eredeti energia. Ezt magával hozta. Korábbi karma, mint a kis, és bum, előre. Aztán van, aki őt kicsit félszeg, ott alig veszed észre, szavát se lehet venni, el van, keveset eszik, többet alszik, stb. Kevés az energia. Tehát a vongi kicsit alacsonyabb szintű. Számos manifestációja van, még csak most a két nagyon eklatás példát mondtam. Ez a vongi az, amit mi megpróbálunk étellel, itallal, alvással, egyéb energiatermelő módszerekkel pótolni, de sose tudjuk teljesen, tehát a test öregszik. Van egy felépülő szakasza, felépítjük, felnőttek leszünk, használjuk, aztán egyre több a hiba, és hát amíg az egészségügyi szolgáltatások működnek, addig megpróbáljuk mi is orvosoltatni magunkat. Aztán lehettek a legjobb, legszebb országban és a legjobb ugye, kórházi ellátásban, egyszer a test meghal, kivétel nélkül, viszontlátás. Ekkor elfogyott a vongi, és szétestem, mert nincs, ami összetartsa a bennem lévő öt elemet, és ez nem Duracell, Energizer, meg ilyen egyéb márka, most nem reklámozok senkit ingyen, hanem a föld, víz, levegő, hogyha európai, de fém, fa és tűz. Jó? És a helyzet az, hogy ez a vongi, ez egy nagyon értékes dolog, de mire rájössz, hogy pontosan hogyan termelheted azt újra, nagyrészt késő. Tehát az nagyon fiatalon kéne elkezdeni, hogy nagyon sokáig élj, és olyan életmódot kellene ehhez vállalni, ami a legtöbb embernek nem sem. Minden, ami jó, le kell róla mondani. Tehát az úgy nem jó. És van a nagy energia, a dégi, amit ez az egész három dimenzió, a benne lévő összes tárgy, az a négy nagy erőhatás, amit a fizikusok szeretnének így egyesíteni, tehát a gravitikus, elektromágneses és a gyenge és az erős. Ebből az elektromágnesest és a gravitikust már úgy sikerült közelíteni egy picikét. Még vita van arra, hogy ezt milyen egyenletekkel oldjuk meg. De ez a Grand Unified Theory, a nagy egyesített elmélet, amivel eljuthatnának az intellektuális nyugati megfogalmazásig, hogy mi a tégi, ez a nagy energia, ami a tér, idő és a benne lévő összes tárgy viselkedése. Ez még várat magára. Ez az elmélet nem született meg, és nagyon nagy kérdés, hogy bármikor meg fog-e születni. De mi az, ami a vongit és a dégit, az eredeti energiát és a nagy energiát összetartja, összekapcsolja számunkra? Ez a lélegzeted. Kong-gi-nek hívják, vagy üres energiának, és születésedtől fogva lélegzel, sőt a születésednek így az energetikai kezdete, nem szükségszerűen a tudati, de az energetikai kezdete az, hogy elkezdesz lélegezni, és a vége az, hogy megszűnsz lélegezni. Úgyhogy amikor a dégi és a kongi és a vongi egyé válik, azt hívjuk hapkinak vagy egyesített energiának. A hapkidós vagy aikidós kollégák most örülhetnek, mert egy egész harcművész irányzat, sőt már aliskolák és származékiskolák épülnek erre, hogy az ellenfeled energiáját azt bizony nem egy nagyobb energiával kell opponálni és lehetőleg visszaütni, hanem eltéríteni, vagy esetleg elnyelni, vagy áttransformálni, és a legmagasabb formájában előre látni és meghaladni. Mi ez a legmagasabb forma, amit ugye Ázsiában őriznek itt történetek szintjén? Hát ez egy harcművész történet, nem mondom az irányzatot, mert mindegy. Fiatal mester átmegy a vizsgán, és természetesen mindenki örül és boldogok.
és hát elmennek a legközelebbi melléküzemágba ezt megünnepelni. És egy kicsikét kapatosan tér haza fele a társaság, viszont a fiatal mester tudata rendkívül tiszta, és hogy elhaladnának egy ilyen lovas szekér mellett, ő érzi azt, hogy a lovak már idegesek a társaság gajdolásától, hangos beszédétől, és ettől a kicsit olyan részegebb légkörtől. És egyszerűen, amikor a lovak már éppen megbokrosodni készültek volna, egy hatalmas nagy ugrással átugorja a szekeret és a lovat egyszerre, és megérkezik egy félfordulattal a lovak elé, és egy enyhe ütéssel ugye felébreszti őket ebből az ideges vibrálásból. A lovaknak természetesen semmi bajuk nem lesz, és a társaság háborítatlanul elmegy, mert nem bokrosodtak meg, nem rúgtak ki, stb. És amikor az edzőterembe, ahol tradicionálisan lakott a mester és a legfiatalabb mester is, odaértek, akkor így örömkönnyek között újságolták, hogy tényleg ez a fiatal mester, ez fantasztikus, és milyen jó, és hát annyira örülünk, hogy ő lesz az új tanítónk, mire az öreg mester így lehajtotta a fejét szégyenében. És megkérdezték, hogy de nem értjük, mi a baj? Hát gyönyörű csinált, előre látta, meghaladta, megfelelő módon nem alkalmazott túl nagy erőt. Mi a gond? Erre az öreg mester azt mondta, hamar adtam át a tanításomat. De miért? Akkor már tényleg mindenki ledöbbent. És akkor mondták a fiatal mesternek, hogy hát nagyon nagy gond van. És az pedig azonnyomban ment, leborult, és megkérdezte régi jó konfuciánus neveltetése miatt, hogy kérlek, mester, tanítsd meg, hol a hibám? Mutass rá a hibámra, és taníts. Azt mondta, ha így előre látod, hogy mi történik, nagy ívben elkerülöd a szekeret és a lovakat. Jó? Tehát önismeret. Ugyanaz. Tehát hogyan látod meg a helyzetet? Hogyan ismered föl, hogy mi a helyes cselekvés? Hatalmas kérdés, és csak kellő tapasztalattal lehet ezt gyakorolni. És az út az pontosan ezeknek a tapasztalatoknak a begyűjtése. Úgyhogy elkoptatod egy kicsit önmagad, elkoptatod egy kicsit az énedet, mert pont ez az énség, pont a saját egoitásod az, ami a kongi, a levegő útjába áll. Tehát nem tudsz egyesülni a világgal, nem tudsz egyéválni a világgal, és be vagy zárva a saját magad börtönébe, hogyha ragaszkodsz ahhoz, amit énnek gondolsz. Tehát a gyakorlat pont ezt a falat bontja le. Látszólag kevesebb leszel, de valójában sokkal, de sokkal több, mint ahogy a vízcsepp sem szomorkodik, amikor visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. Van-e kérdés? Mondd. Hát hiába is tagadnám, egy kicsit összezavartál ez az anekdótával. Segíts egy picit. Hol történt a zavar? Mi volt az az utolsó pont, amikor még értetted, de utána már nem? Az zavar, hogy mi volt ebben a rossz cselekedet? Még az is sok volt, amit az a fiatal tanítvány vagy fiatal mester csinált, hiszen bemutatta a képességeit, manifestálta a képességeit, és ezzel egy képet alkotott és alakított ki önmagáról másokban. Tehát gyakorlatilag úgy, hogy ne is jelenjen meg az, amit 30-40 évig tanultál, de működjön. Ne jelenjen meg, de működjön. Megjelent, tehát hiba. Ismét másik oldalról. Megkérdezték egyszer Sung San Zen mestert, a tanítomat, hogy követ-e el a Zen mester hibát? Azt mondta, igen, nagyot. És erre megkérdezték, mi az? És erre válaszolt, már meg is jelent. Ez ugyanarra pontra mutat. Ebből szerintem ki tudod háromszögelni. Jó, emészgesd egy kicsit, aztán majd még visszakérdezhetünk rá. Más kérdés, bárkita? Nekem lenne olyan kérdésem, hogy, hogy a horoszkóp, mondjuk a kínai horoszkóp, az van köze a karmához? Hogy
melyiknek nincs. Hát a kínainak is van, a védikusnak is van, az egyiptominak, a perzsának, minden köze, mindennek köze van, de csak részleges köze, mert úgy felcsillant a szemed, hogy csak na. Akkor a horoszkóp az én vagyok? Hát már azt már Mici Mackó is tudja, hogy ez nem így van. Hát amikor elmegy Nyuszihoz, és azt hallja, hogy nincsenek otthon, és Nyuszi, tudod? Hát akkor biztos, hogy rájön a karmának és az énnek a lényegére. Ismerjük a történetet, gondolom. Itthon vannak, kérem szépen? Nincsenek. Van valaki oda bent? Senki. Na, de hát senki nem mondhatja azt, hogy senki. Jó, tehát a horoszkóp is nagyon részlegesen igaz. Igen, az lett volna, nagyon nagy mennyi, részt. Mennyire van közel? Mennyire van közöd önmagadhoz? Ja, tehát a horoszkóp az egy indirekt, tehát közvetett, szimbolikus, részleges leírása annak a karmának, ami adott időben, térben és szülőpárnál megjelent. Segíti az önismeretet, de nagyjából a 0 és az 50 fok közötti részbe tartozik. És onnan már nem használható. Egyszerűen nem azért, mert rossz, hanem azért, mert neked illik túlhaladni azt, ami a horoszkópban van. És vannak ilyen horoszkóp junkik, akik megcsináltatják az egyiptomit, megcsináltatják a védikusat, megcsináltatják a perzsát, megcsináltatják a tibetit, a kínait. A koreai kínai az nagyon hasonló, tehát itt nagyon nincs különbség. És még mindig ugyanolyan balfékek, mint korábban. Mi változott? Az változott, hogy ilyen stócba gyűlik a papír a könyvespolcon, és lehet a partikon, és mondja, te figyelj, egymásra vitetetik a párom, és az én horoszkóp, és kiderült, hogy annyira, de annyira passzolunk. Igen, akkor miért zokog a sarokba? Tehát... Ja. Hát az az ő baja. Tehát... Megértetted? Persze. Ja. További kérdés, bárkitől? Mondtad, hogy mindenki születik egy energiával, igaz? Ez így van. És ezzel mi lesz, amikor meghalsz? Ezzel az energia az... Az energia nem... Vészel, csak átalakul. Ez így van. Igen, és mi lesz az energiával? Egy részét itt hagyod a testben, mert azért nem tudunk olyan könnyen kiszállni a testből, mint hogy kiszállunk egy autóból. Ez sokkal inkább hasonlít ahhoz, hogy baleset és utána húspogácsa. Semmint az, hogy megtaláltuk az ajtót, kikapcsoltuk a biztonsági övet és kiléptünk be. Magyarul a halál a szenvedés. Ha tényleg elérnék azt a tudatot, ami túl van életen és halálon, akkor ki tudnánk szállni. Tehát tudatállapotod függvényében halsz meg. És ez definiálja a halálod minőségét is. Na most az energia egy része a testtel együtt az szétoszlik, és úgy oszlik szét, hogy számodra nem érhető el, de a természetben ugye ott megvan, a kilozsúlok bemennek a földbe, azt kész. Ennyi történt. És a karmád egy része az a mentál testben marad, és annak az energiájából mész tovább. Most nem részletezem, hogy hova, de egy része úgy hívjuk, hogy mentál test, vagy karmatest, és az szépen megy tovább, és hogyha a sofőr még vezetni akar, akkor keres egy új járművet. Ha már nem akar vezetni, akkor érdekes, hogy mi lesz, hova adja a munkakönyvét vissza. De ha még szeretne vezetni, akkor keres egy. Ja, ott a garázs, bum! Már meg is született újra. Jó, leegyszerűsítve. Egyéb kérdés? És ha nem akar vezetni? Akkor kérdés, hogy azon kívül akar-e még valami mást csinálni? Mert akkor az lesz. De vannak diszpécserek is, csak az nagyon jó vezetőnek kellett lenni előtte. Akkor már több ilyen sofőrként vállalkozó ember tudsz felügyelni, és akkor nem kell autóba ülni. Aztán diszpécsereknek is van főnöke. Tehát van egy komoly szellemi hierarchia, ez magában foglal a testben és testen kívüli létállapotokat is. Ez a hierarchia, ez teljesen természetes, és csak egy van belőle. Ennek semmi köze intézményekhez, vallásokhoz, ruhákhoz, reverendákhoz, hajviselethez semmi köze nincs. Valójában ez tudatállapot függő, és egy teljesen világos és hierarchikus lét, mint ahogy bemész az iskolába diákként, és nem kérdés, hogy ki a tanító, te a diák vagy. És akkor megint a tanító, és akkor arra hallgatsz, tehát ez így működik. Szungzászonyim
22 éve látogatott először, ne bocsánat, másodszor és utoljára Magyarországra, 91-ben, áprilisban, és a vele való kérdés és válasz a számomra kétségtelenül világosát tette, hogy ő a tanítóm. Ennyi történt. Nem volt kérdés, nem volt kétség. Na, ugyanígy kéne ezt elképzelni. Tehát, hogyha valaki eljut abba a tudatállapotba, hogy már nem a saját kis dodge-emjét akarja lent a sárban, a mocsárban, az autópályán, a sziklákon vezetni lent, akkor ha elég együttérzéssel bír, ha elég bölcsességgel és hasonló szükséges minőséggel bír, akkor lehet, hogy más vezetőkre egy kicsit vigyáz. Ha meg nem, akkor rengeteg az út lehetősége. Most csak a példánál maradtam. Van rosszabb egy újabb dodge-emnél? Van. Hogy akarod, de nem lehet. Vezetni akarsz, de mindig kirúgják alólad. Vagy megszülettél, és az a nyomban már viszlát. Tehát épp, hogy beleültél, hatalmas baleset, és vége van. Sokkal rosszabb dolgok is vannak. És azután már determinált, hogy csak lefele megy? Vagy az újabb döntés lélek szintjén, hogy na jó, akkor... Mi az, hogy determináció? Mi az? Húztál egy vonalat, azt ugróiskolát játszunk? Nincs határ se föl, se le. Te döntesz. És karmát cselekedeteid mértékében és függvényében mész ahova a karmád irányvektora mutat. Itt tehát arról van szó tulajdonképpen, hogy az embernek adott egy énje, amivel hát a mai kor embere igen sekélyesen van, csak tisztában, finoman fogalmazva. És hogyha ezeket nem látja tisztán, akkor tulajdonképpen alkalmatlan arra, hogy egyáltalán vezethessen is. Teszem azt, nincsen karja, de mindenképpen autót akar vezetni. Jó hasonlat, jó hasonlat, de engedd meg, esetünkben nagyon kis részben működne. Tehát mindenki alkalmas a vezetésre, csak hogyha nagyon sok balesetet okozott tudatosan, mert szereti az agressziót, akkor elveszik a jogsiját, és nem vezethet egy darabig. Szenvedjen az elvonási tünetektől, hogy mondjuk nem vezethet, és amikor egy kicsikét már feleszmélt a sok-sok ugye, szenvedéstől, mert nem születhetett meg, pedig a karmáját tovább akarja vinni, a karmájára valamilyen módon rá akar ébredni, valahogy tapasztalni akar, de mindig kirúgják alól, sőt, néha be se engedik. Úgyhogy... Nem azért, mert félkarú, hanem azért, mert félkarú rabló. És akkor, hogyha ez megváltozik, akkor majd vezethet újra. És vannak olyan emberek, akiknek akkora hatalma van, hogy egy autóbalesettel kioltják őtnek az életét? Hogyha most valós autóbalesetre gondolsz kint az autópályán, ez nem hatalom. Ez hát nem hatalom. Idézőjelesen értettem a hatalmat. Ez megvan rá a lehetőség. Persze, hát van, aki egy ismétlő fegyverrel 14, 30, 40 ember néz meg az elmúlt 5 év amerikai publikus lövöldözéseit. De ezek a tudatok nem hatalmasok, ezek zavartak, ezek ködösek, ezek polarizáltak. Tehát ez közös karma azokkal, akik épp ott vannak. De ez nem valakinek a kiemelkedő jó vagy rossz minősége. Rossznak látjuk természetesen, mert szenvedést okoz. Ez nyilvánvaló, és ez nagyon sajnálatos és tarthatatlan. De hogyha a tudat minőségét nézzük, ez nem hatalom. Ez egy diszpozíció, ahogy az áldozat és a gyilkos megtalálja egymást. Ha az áldozat megszűnik áldozatnak lenni, akkor a gyilkos nem találja meg. Tehát ez ugyanúgy függ a szembe jövő autó vezetőjétől. Abszolút. Hát volt egy ilyen... Nincs olyan, hogy éppen arra. Nem, mert hát ő vezette arra nyilván. Arra ment? Igen. Az, hogy épp... Miért ment arra? Értem ezt. Tehát egyébként volt egy ilyen eléggé szörnyű, de totálisan ebből a szempontból példaértékű eset, és most láthatlan és elnézést kérek, hogyha valaki benne volt, vagy tudott róla, vagy érintett, és ezt hallja. Menyegző volt Szentendrén. Pár éves eset, és utána tették ezt a kőkemény betonkorlátot a Szentendrei úton a kétszer-két sáv közé. 5-6 éves történet, vagy még régebbi, de már az ezredforduló 2000 utáni, ez biztos. Násznép egy része visszament Budapestre valamiért,
és azt mondták, hogy visszajönnek, de nem jöttek, és a szentendrei rész pedig utánuk indult, és valahol Budakalász környékén úgy darabonként 120-140-nel találkoztak, és frontálisan. És a félnász nép kinyírta egymást. Mennyasszony vőlegény szintén. Ott haltak meg, frissen a menyegző után. Elképesztő. Na, ez mi volt? Tehát, hogyha jobban belenézel, akkor ez a közös karmának, ami elképesztően gyors és durva lejátszása volt, nem volt egy egész életük arra, hogy elsakkozzanak egymással a vacsora asztal fölött, hogy ki szeret kit, és ki mit adott, és vett, és a többi. Gyakorlatilag a legdurvábban játszották le. És erre nincs szükség. Tehát nagyon sokféle negatív karma létezhet emberek között, de nem kell ezt egy mozdulattal kisütni. Akkor biztos, hogy sérülünk. Tehát azért örüljünk annak, hogy lineáris időben élünk, mindjárt, mert a lineáris idő az alkalmat ad neked arra, hogy szépen napról napra javulj, vagy tanulj, vagy nem érgezz, hogyha eddig azt csináltad, vagy nem érgeződj, hogyha addig ezt csinálták veled. A lineáris idő az nem rossz. Egyrészt nagyon kevés van belőle, tehát becsüljük meg, ez a 70-80 év, amit így aktívan eltöltünk egy testben, ez tiszavirág, helyi jellegzetesség. Nagyon kevés, kérem szépen. Mire rájössz, hogy ez milyen fontos, addigra már túl voltál az aktív életkorod jó részén. Jó? Szép lassan ezt az egészet pillanatról pillanatra manifestálni lehet, tükrözni lehet, látni lehet, és ezt a látást tanítja a zen. Kérdezni szerettél volna. A karmáról beszélj már egy kicsit egyszerűen, jól értem, akkor ez igazából nem megváltoztatható, hanem kapsz egy távolról sem. Ez megváltoztatható, csak az adott példában a jelölteknek nem volt rá ideje. Azon nyomban csattantak. Az, amire most itt beszéltél, mióta az egész este itt megy, az a fejlődési folyamat, azon keresztül akár a karmádat is meg tudod változtatni. Erről szól a történet. Az utadat ez ugyanúgy követi, tehát te ezzel együtt a karmád együtt tudsz változni, és azon tudsz változtatni is az MB fejlődéseddel együtt, jól értem? Így van. Most nem cizellálok. Nagyjából korrekt, amit mondasz, csak az, hogy a karma is közted milyen viszony van, az nagyon fontos, hogy minek gondolod el a karmádat, saját magadnak, az egódnak, vagy egy kéregnek, tehát ebben most nem menjünk bele kognitív. Ez a jó. Ez a jó. Nem megyünk bele azért, hogy ne legyen zavarosabb. De az enkör az tényleg erről szól, a tízbika történet is erről szól, és nagyjából azt szeretném láttatni, hogy az ember életnek egy óriási lehetősége van azzal a ténnyel, hogy itt vagyunk, és emberi testben vagyunk, hogy tudunk beszélni, gondolkodni, érezni, összes ilyen funkciónk működik, épek az érzékszerveink. Tehát ez egy óriási lehetőség arra, hogy a bensőnket megismerjük, hogy mi a viszony a karma és az önvaló között. Gyors volt, nagyon gyors volt, olyan gyorsan, na mondja. Azt a belső énről segíts már nekem picit, hogy ezt hogy megértsem, hogy a belső énnek a megismerése, tegnap sokat beszéltél erről a belső énről, hogyan fogok rájönni arra, hogy ezt eljutottam valahogy, vagy megismertem, vagy látom, vagy észreveszem egyáltalán a belsőmet. Hogyan vehetnél észre valamit, amit szem nem láthat, fül nem hallhat, orr nem szagolhat, gondolat nem gondolhat, szív nem érezhet? Hogyan lehet ezt? Érzés. Nem. Tehát a probléma már ott van, hogy belső. Tehát én szándékosan nem belső-külsővel dolgozom, hanem mondjuk úgy, hogy illuzórikus vagy éppen igazi önvalónk. Illuzórikus egoitásunk, vagy igazi önvalónk, és ez nem egyenlő a külső-belsővel, nagyon fontos. Az igazi önvalónk, az most egy picit nekem megfoghatatlan. Az a jó, ha megfogtad volna, akkor nagyon nagy gáz lenne, az biztos, hogy nem az. Jó? Tehát amikor az ég kék és csak kék egy felhőtlen napon, amikor az ellenségedből hirtelen barát lett, és nem tudod, hogy hogyan. Amikor feltétel nélkül tudsz szeretni valakit, vagy valamit, akkor ez működik. Mert felül tudtad írni a saját szokásaidat, személyiségedet, a gondolataidat, az összes dualisztikus érzésedet. És akkor meg tudtál nemesedni, mint ember. És hogyha az univerzum azt hozza vissza, hogy de megváltozott, és de szeretjük most, és legyél még velünk, és segíts nekünk, stb., akkor valószínű,
hogy ez bekövetkezett, hanem akármilyen képet alakítasz ki önmagadról a fürdőszoba tükör előtt, az nem az, és ez nem igaz. Tehát mondja meg neked a világ. Engedd, hogy kapcsolódjon hozzád. Engedd, hogy visszajelzést adjon. És lásd meg a másik szemében önmagad. Így már jobb? Igen. Oké. Okay. Hasonlóra gondoltam. Szépen közelednek az álláspontok itt a kerekasztal körül. Tehát ugye ezek tulajdonképpen jelek, amikre egy nyitottnak is kell lenni, meg hát úgy jönnek végül is, nem? És hogyha ezekből sokan, sok-sok jön egymás után a lineáris életutunk folyamán, remélhetőleg ezek a pillanatok egyre hosszabbra nyúlnak, és végül meghatározzák. Összekapaszkodnak. Életet, hogyha minden szépen ügyesen csináltunk. Hogyha elég tiszta tudattal, most nem lovagolok a szavaidon, de nagyjából igen. Mert a szépen ügyesen ez már nagyon sok helyen dívik, csak közben a közpénzekkel mi lesz. Igen, tehát... Jó, tehát nagyon-nagyon szép hozzáértő hozzászólásokat kaptunk. Nagyon jó. És hogyha most újabb kérdések merültek föl, hátsó traktusból is lehet kérdezni, meghalljuk. Mondjátok, ha van. Jó, akkor én kérdezem. Oké. Okay. Létezik olyan, hogy szükséges, rossz? Mondj egy példát. Mert a kérdésed már majdnem az, de hát akkor mentsük ki. Nem, ezen gondolom. Igazából azt mondtuk, hogy azok, aki mondjuk egy fegyverrel vagyok bárkit, az nyilván az mind elítélendő, és az... Azt nem mondtuk. Azt én biztos, hogy nem. Úgy mondtuk, hogy zavart. Zavart. Zavarodott tudat, biztos, hogy felhős és nem tisztudat, de nagyon vigyázz az elítéléssel. Nem ítélem. Akkor így fogalmazom, hogy zavart. Nyilván ezzel nem tudok azonosulni, hogy ő az ő fejében mi játszódhat le. Viszont nyilván ezáltal én arra jöttem rá, hogy számomra ez rossz. Viszont ez a világ belejárója, hogy vannak ilyen dolgok, vagy ez csak ő nem látja azt, amit szerintem látni. Ilyen értelemben nincsen szükséges rossz, ez nem volt megírva sehol, hogy ezek az emberek így kell, hogy cselekedjenek, ezt csinálják, így viselkedjenek. Az ő tudatuk ilyenre konfigurálódott egy rakás kondíció és faktor miatt. Tehát konkrétan, aki ezt a Batman-es történetet csinálta, ez a gyerek, ez ránézte az arcára, amit ott a média ugye kürtölt országnak és világnak, és az a gyerek az alig volt itt. És hogyha ért valaki ugye az arcból, hogy pontosan mi történt, több hónapnyi, lehet, hogy több évnyi pszichotróp szerek az volt a szemében. Tehát a csákó totálisan kiütötte önmagát, és az volt az utolsó lépés, hogy ugye ő lett a Joker. Tehát nagyon-nagyon sok döntést kellett ahhoz hozni, nagyon sokszor be kellett lőni magát így vagy úgy, hogy az a tudat képes legyen arra abban a moziteremben, ami megtörtént. Ugyanez a történet azzal, aki most ezt a Connecticut-i általános iskolát nagyon megszórta. Hát az a gyerek, az valami elképesztő, ahogy kinézett, és ahova úgy járt szellemileg töltekezni. Ott is nagyon komoly tudati háttere volt annak, hogy ő ezt megcsinálta. Az nem egy hirtelen, azt előre ő szépen lefektette, megfontolta az egészet. Minden megvolt hozzá, és azért sem közölték úgy nagyon gyorsan a média az egészet, csak később és kis adagokban, mert túl szörnyű volt. Tehát amikor nem egy hollywoodi filmen nézed ezt, amit nagyon bejelmelő, nem hiszel el, csak szórakoztat, akkor ez nem érint meg annyira, mert megvan a lehetőséged, hogy távol tartsd magadtól, hogy egy távolság legyen, amellett, hogy szórakoztat. Fiam, nem kell elhinned. De ez megtörtént abban az általános iskolában, és megtörtént abban a denveri moziban. Tehát amikor ezek a tudatok elkezdenek működni, akkor már késő. Tehát amikor eldördül, már késő. Évekig, esetleg hónapokig készült ez, akár tudatosan, akár tudattalanul. És nincs szükséges rossz, de ezeknek az embereknek a tudata ezt csinálta. Nincs szükséges rossz, ahogy szükséges jó sincs. Tudod? Jaj. Megelőző szerelés becsúszva, nem tudom, mi lett a meccs eredménye, de remélem, hogy nem. 2-2, és de remélem, nem törtek be koponyák ezért. És a lényeg az, hogy igen fontos azt látni, hogy ebben a világban mi feltételekhez vagyunk kötve, de
nincs olyan, hogy eleve elrendelt szükségszerűség, se jó, se rossz értelemben. Nem véd meg semmi, és nem korlátoz semmi. Nem veszi el a szabadságodat semmi, és nem is szabadít fel semmi. Te magad teszed az egészet. Egyéb kérdés? Egy, és utána még egy. Nagyon aktív ott a bal szél, igen, és a jobb közép is, a center half. Ehhez kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy ilyen esetben az árkövetőknél. Uh-huh. Ugye amikor ez megtörténik, nyilván egy közháborodás rengeteg érzelmeket korbácsol fel. És ugye ilyenkor jön a büntetés kérdése, hogy akkor halálbüntetés, ilyen büntetés, olyan büntetés, hogy ez mennyire lehet megoldás, és hogy igazából szerinted mi lenne... Lehet-e segíteni ezeknek az embereknek, vagy persze. Hogy mi lenne a helyes megoldás az ő esetben? Nagyon jót kérdeztél, és visszautalnék most tényleg tapasztalatra. Semmiképp sem elméleteket szeretnék most még csak nem is ugye buddhista tanítás szintjén körbedobálni, hanem a tapasztalataimra hivatkozni, amit itt a csillagbörtönben szereztem. Nem mint bent lakó. Hanem mint bejáró. Úgyhogy... Életvezetési tanácsadás címén oda sikerült bejutnunk, és azt hiszem 2 éven keresztül, hogy átlag havonta egyszer sikerült ott közreműködni, és ezúton is megköszönöm azoknak, akik ezt lehetővé tették, és azt lehetett látni, hogy a puszta fizikai fogvatartás az valami keveset használ. Annyit ugye indirekte, hogy a fogvatartottak nagyrészt egymást szenvedtetik, és ezzel nagyon sok mindent úgy belül levezekelnek, meglátnak, elszenvednek. De a puszta fizikai fogvatartás az önmagában még nem megoldás ezekre a nagyon súlyos tudati kérdésekre. Tehát az lenne az ideális, hogyha egyrészt tényleg kivonnák őket a forgalomból, mert azért ne ismételje meg a társadalomban az arra veszélyes tetteket. Tehát a BVI az egy szükséges, de nem rossz intézmény. Viszont ha nem történik meg benne, és ezt mondtam az őrszemélyzetnek is, mert őnekik is lehetett előadást tartani, aztán a fogvatartottaknak így szépen sorba meditációt hagylent. A legfontosabb, hogy a tudati változásról beszéltünk. Tehát, hogyha a fogvatartottnak megváltozik a tudata abból a szempontból, hogy rálát arra, hogy mit csinált, rálát arra, hogy miért tette, rálát arra, hogy valójában mi, a lehetősége arra, hogy ezt megváltoztassa, és elindul a változás útján. Ez önmagában ilyen pszichológusi konzultáció, és ezzel nem a kollégákat szeretném láthatatlanban is minősíteni, de a puszta konzultáció nem elég. Ehhez egy belső tudati gyakorlatra van szükség. És én fájlalom azt, hogy nem tudtuk azt annyi ideig vinni, hogy tényleg látható eredményeket érjünk el, de mondjuk amerikai börtönökben, ott évek óta zajlanak ilyen programok, egyrészt mert nagyrészt ingyenesek, és a szövetségi rendszer igénybe vesz minden alkotmányos és ingyenes segítséget. Tehát rengeteg felekezet és rengeteg ilyen meditációs iskola is van bent börtönökben, meditációs csoportok működnek, életfogytosok teljesen másképp viselkednek, pedig ugye a teljes életfogytiglan az valami kőkemény, ugyanis nem változtathat rajta. Tudja, hogy ott fog meghalni a BVI falai között, és akkor minden mindegy, és akkor elszabadul a pokol. Belül biztos, lehet, hogy kívül is. Tehát aki ezen tud változtatni, azért az nem kis szolgálatot tesz az emberiségnek. Úgyhogy meditációt tanítottunk, és tanítottam, és aztán tanácsadás volt, és előadás itt és ott, és megegyeztünk abban, hogy ha tudati változás nem ér el a BVI, a fogvatartás ugye ténye, akkor a szenvedés csak úgy kívülről csökkenti, mert kivonta a forgalmat, de mihelyt kiszabadul, a visszaesés lehetősége óriási. Tehát ahhoz először a börtönben kell megszabadulnia, hogy kívül is szabad lehessen. Tehát az, hogy a saját tudati börtönödből szabadulj ki, az az igazi feladat. És akkor lehetsz bárhol. Bármilyen körülmények között. És akkor működik. Jó? Ez megválaszolta a kérdést? Igen, csak felvetünk még egyet, egy rövidet, ami ide, szintén mondjuk, hogy olyan államokban Amerikában, ahol mondjuk meghozzák a halálbüntetést, hogy ez, tehát hogy mondjuk megölik ezt az illetőt, aki ilyen kegyet. Viszi tovább a következő életébe, persze, de azzal azért nagyot
hogy mondjam, nagyot csökkentett ezen, hogy ezen a halálbüntetésen keresztül ment. Mert azért a szenvedés, az kőkemény, a szenvedés, amikor látod, és most elhúzzuk az elsőt, a másodikat és a harmadikat, és tudja, hogy vége van. És végignézi az egészet. Tehát az az impulzus, hogy ezzel fizetek azért, amit tettem, ugyan tényleg lezárja az a cezúra, hogy halál, és az újraszületésnek szintén van egy nagyon komoly tudati küszöbe, egy tudati zárása, hogy a korábbi tapasztalatai csak intuitíve és tudattalanul érvényesülhessenek, ha nem, az emberek többsége megkattanna. Mert egymásra rakódnának látható életek, és nem tudná, hogy hol van, nem tudná, hogy ki ő. Összetévesztené magát egy korábbi inkarnációval, hihetetlen probléma lenne belőle. Tehát nagyon gyakran kapok olyan kérdést, hogy és miért nem emlékszünk az előző életeinkre, úgy alapból? Ha valaki gyakorol, akkor mellékhatásként tapasztalja, de nem ez a fontos. Azért nem emlékszünk alapból, mert alapból megkattannánk tőle. Ezért. És azok a történetek, amik ilyesmiről szólnak, azok olyan mennyire tekinthetők hitelesnek, hogy egy gyerekvilágra is perfektően mondja egy embernek az életét, és még vissza is lehet követni történészeti módszert. Igaz lehet, csak ez a gyerek is fel fog nőni, és el fogja felejteni. Igen. Persze. Mary Poppins-t olvastad? Nem. Mai fiatalság. Örülj neki. Na, a lényeg az, hogy következő a Mary Poppins-on van egy ilyen történet, hogy John és Barbara az ikrek, és ott oda repül a holló az ablakukhoz, meg vannak itt még állatok a lakásban, meg a kertben, és társalognak, és olvasod a fejezetet, és látod, hogy ez egy gyerek mese, és ott beszélgetnek, stb. És egyszer csak oda jut a történet, hogy John elkezdte mondani, gá, 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 aztán Barbara, hogy ba, 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 ba. Elkezdtek fogalmakat, humán beszédet formálni, és elkezdtek beszélni, és akkor a holló megszólal, soha többet nem értenek meg minket. És eltakarta a szárnyával a szemét, és sírt. Tehát ezt, amikor így fú, tehát azért a Traversnek nagyon ott volt valami, nem csak ugye C.S. Lewisnak és Tolkiennak, nagyon ott volt. Ez az, hogyha ugye elveszíted ezt az intuitív kapcsolatot a világgal, és a fogalmaknak és az énségnek a ugye mátrixát magadra veszed, mert magadra kell venned. Így nősz föl, így válsz individuummá, így leszel egyén, így tapasztalod meg önmagad egy felszínes rétegét, de muszáj. Ez is mondta gyönyörűséges, szeretett nyugati bódhiszatvánk, ha nem lesztek gyermekek újra, nem tudsz gyerek maradni. De újra eljuthatsz az egyszerű és tiszta állapotba. Lehet. Tehát világos, hogy az a kölök elmondhatta, és én nem mondom azt, hogy hiteles vagy hiteltelen, mert tényleg vannak ilyen emlékek, sőt, hipnózisban is vannak, sőt, halálközeli élmények is vannak. Egy rakás ilyen tudaton, illetve testen kívüli, hétköznapi tudatot meghaladó élmények vannak. Valójában mit kezdünk ezzel? Valójában hogy segít ez nekünk? Valójában mi történik bennünk, amikor ezek megcsapnak minket. Ezt a gyerek ugyanúgy el fogja felejteni, és lezáródnak ezek a képességek, ahogy a kis énje megszilárdul. Aztán az ő dolga, mint hogy a mi dolgunk is, hogy ezt a falat szépen lebontsuk. Akkor ha már itt így a gyerekeknél tartunk, és az egész előadásod, vagy beszélgetés azzal indult, hogy globálisan a 7 milliárdból indultunk ki, uh-huh. és aztán eljutottunk az egyénig, akkor uh-huh. vajon ez tényleg így ennyire párhuzamba vonható? Amikor az emberiség elkezdte a maga útját, akkor még olyan energiától duzzadó volt, mint egy gyerek, mondhatni tiszta, és ahogy haladt tovább a maga karmája szerint, azt a karmát nem biztos, hogy úgy követte, mint ahogy azt úgymond az énnek, a globális énnek, az embernek kellett volna követnie. És akkor lehetséges az, hogyha külön-külön így megváltozik, előfordulhat az, mint ahogy egy ember esetében előfordulhat az, hogy visszatérjen, vagy megtalálja saját karmájának azt az útját. Megtörténhet ez az emberiség esetében is? Igen, de nem globális csoport szinten úgy, hogy az elvonatkoztatható az egyéni erőfeszítést. Magyarul
Én nem hiszek az emberiség régi aranykorában. Ezek mitoszok, visszatekintések, romantizálások, stb. Én azt gondolom, hogy az emberi tudatforma, ameddig csak vissza tudunk tekinteni, alapjaiban nem változott. Bizonyos lelkeknek sikerült fölfelé menni, és ki is törni ebből, és aztán szabad akaratukból visszatérni, segíteni és tanítani. Nincs olyan, hogy globálisan megírt karma, ez tényleg úgy, ahogy az atomokból tevődik össze ez az asztal, a 7 milliárd ember önálló döntéséből tevődik össze a csoportkarma. Nincs külön megírva, ezt értsük meg. Csak ennek a statisztikai valószínűsége egyre nagyobb, ahogy nagyobb és nagyobb mintát veszel. Tehát nagyon nehéz egy magyar család viselkedését megjósolni egy adott helyzetben, mert rengeteg féleképpen dönthetnek. De mondjuk egy város viselkedését egy adott helyzetben nagyon jól, vagy egy ország viselkedését egy adott helyzetben még jobban, a történelem, a különböző kondíciók és látható kulturális, politikai, financiális tudatformák, azok nagyon jól nyomon követhetők. És ezzel komoly think tankek, ilyen kutatóintézetek foglalkoznak, hogy előre láthassanak bizonyos reakciókat, és minél nagyobb a mintavétel, annál jobban megjósolta, hogy mi történt. De ez nincs előre lefektetve sehol. Lásd meg, hogy például mondjuk a Wall Street-en 2007-ben olyan döntések születtek egy tényleg szűknek mondható elit részéről, ami ezt az egészet úgy, ahogy van, sokkal inkább bedöntötte, mint amire kellett volna. És ez objektíválható, erről dokumentumok, egyebek szólnak, és itt nincs összeesküvés elmélet, nehogy azt itt, hogy ez arról szól. Itt világos emberi döntésekről volt szó, hogy ezt megmentik, azt nem mentik meg, ennyi milliárd van, annyi nincs, a Fed ezt csinálja, az azt csinálja. Ez mind világos emberi döntés volt. Tehát nincs összeesküvés elmélet, nincs aranykor, végképp nincs apokalipszis és világvége, mert ennyivel nem ússzuk meg. Milyen jó lenne, hogy a bezár a bazár, mindenki menjen a fenébe. Tehát nem így megy a dolog. Nem így megy. Tehát nincsen előre megírt csoportvégzet, de mindenkinek saját magán múlik az, hogy belül milyen döntést hoz. És ez, bocsáss meg, mindjárt szót is kell adni a többinek. Tehát, hogy milyen döntést hozol, az a te tudatodtól függ, ez kihat a testvérekre, barátokra, a családra, ez kihat a környékre, ez kihat a városra, a városék kihat az ország részre, az ország részre, az országra, az ország pedig a föld részre. Kérdés? Bárkitől? Igen? Nem volt függőbb, ugye beszélt erről a gyerek, és ugye visszatérni ahhoz a tudatállapothoz, ahhoz a mintához, ahonnan a gyerek indul. Ez az út, ugye az életének a fejlődési folyamata. Ugye, ami engem érdekelne, inkább abban próbálják segíteni, szíves, hogy ez a folyamat, ebben én milyen szerepet tudok játszani, mennyire tudom ezt gyorsítani, lassítani, mennyire vagyok rá hatással. Úgy érzem, amióta az emberi fejlődésemet észreveszem és követem, hogy ilyen nagy hullámokban van ez az elmúlt években. Van egy időszak, amikor nagyon érzem, hogy változik, aztán nagyon sokáig ilyen semmi, aztán megint, és aztán megint semmi, hogy ez csak tőlem függ, vagy vannak külső hatások, amik befolyásolják ezt a fejlődést, vagy ezt a mutat. Természetesen mindkettő. Hát egy csomó minden tőled függ. Az tőled függött, hogy ma eljöttél ide, de hogyha jó anyád megbetegszik, és azt mondja, hogy halálomon vagyok, akkor külső hatásra nem ide jössz, hanem mész hozzá ápolni, vagy kórházba vinni. Tehát saját döntés is, és a világból való ugye visszahatás is. A kettő egyszerre érvényesül. Sőt, ha jobban megnézzük, ugyan határt lehet vonni, de jobb ezt az egészet egyben látni, úgy, hogy mi az én részem, és mi a világ vagy a körülöttem lévő emberiségnek a része. Tehát megkérdezték egyszer Sung San Sunyimot, hogy ugyan mondja már meg, hogyha tényleg így buddhista szemmel megnézzük, akkor a tibetiek nagyon jó buddhisták, és akkor hogy történhetett velük az, ami az elmúlt olyan 60-70 évben, hogy végig dózerolt rajtuk. Szóval mondta, nézzük azt meg, hogy azért a tibetiek nem mindig voltak ennyire jó buddhisták, és nem mindenki volt az. Volt egy nagyon komoly, ugye a mi vándor hunnyainkhoz hasonló kőkemény, hódító, vitéz társaság, Ázsia legkeményebb harcosai voltak, és bizony ugye a mongolokkal szövetkezve évszázadokon keresztül hatalmas területeket tartottak, nem puha kézzel az uralmuk alatt. És a karma visszajön. És akkor az volt a kérdés, hogy
Miért történhetett az, hogy jó, vitézek, kapják meg, kard által vész ki, kardot ragad, tudjuk. De akkor miért történhetett az, hogy szerzetesek ezreit, esetleg tízezreit, nem tudjuk a számot pontosan, brutális módszerekkel végezték ki. És erre az volt a válasz, hogy ez szintén csoportkarma, ami azt jelenti, hogy te tibetiként születtél újra egy olyan csoportban, ahol az egyik része azt csinálta, amit, és ettől az egész csoport úgy, ahogy van, szenvedett. Ezt nagyon könnyű belátni. Valaki ebben a helységben most bableves meghajtású durrantást hajt végre, mindenki érzi, és mindenki... Balzasztó. Legalább ne töltött hús lett volna utána. Tehát érted? És... Érted? Tehát ez a csoport karma. Kőkeményen. Úgyhogy ez is visszahat ránk, az egyéni döntésünk is, meg az, hogy ugye két héttel ezelőtt talán nagyon sokan szerettek volna utazni, de természet ősanyánk egy hideg puszival ünnepelte március idusát, és az történt, ami. Nem megyek bele a részletekbe, mert itt alszunk, és akkor könyben is. Akár a külső körülményeknek nem kell nagyobb játékot tulajdonítani, ezek vannak, ami rajtunk kiváló hatásokat gyakorolnak, ezek egyszerűen történnek. Nem mondd azt, hogy rajtad kívül áll, csak nem a te asztalod. Tehát nem áll kívül rajtunk, mert hideg van tőle, fázom. Éhes vagyok tőle, nem eszem. Szomjas vagyok tőle, tehát azon nyomban közlekedik a külső körülmény és az én belső állapotom, tehát leegyszerűsítjük az egyenletet, a külsőt és a belsőt kihúzzuk. Mi az én dolgom ebből? Az én dolgom az, hogy kettős pont döntsek, megpróbáljam végrehajtani, tehát alkalmazkodjam is, mert ugye kívülről jönnek az impulzusok, jönnek a telefonok, jönnek a különböző teendők, vágyak, egyebek másoktól. Tehát ne különítsem el ilyen élesen, hogy én és a világ, csak nézzem azt, hogy mi az én dolgom ebből, de egyébként totálisan egy vagyok a világgal. És van, ami nem az én dolgom. És azt nem én csinálom. Az én dolgomat én csinálom. De teljes egységben a világgal, és teljesen kapcsolódva a többi emberhez. Tehát mi nem azért építettünk templomot a Pilisben, mert szeretnénk oda múzeumot, vagy a koreaiaknak érdemeket szereztünk, koreaiak előtt érdemeket szereztünk volna, stb. Stb. Lásd meg, hogy ez pontosan azért történt, mert személyesen és csoportos, ugye, karma szempontjából, amikor ez a projekt elkezdődött, magam és mások ezt így tartottuk helyesnek. A magam szempontjából miért tartottam így helyesnek? Ettől az országtól kaptam mindent. Ide születtem, a szüleim magyarok, itt tanultam, itt valamennyit dolgoztam, és utána, amikor az ember szerzetes lesz, és rájön, hogy a dharma valójában micsoda és mennyit segíthet, akkor nekem nincs más valutám, csak ez. Tehát ezzel az úttal, a megvilágosodás lehetőségével, ennek a tanításával tudom mindazt visszafizetni, amit ettől az országtól kaptam. És nem csak, hogy vissza akarok fizetni mindent, hanem még rá, még többet. Azért, hogy semmi adósságom ugye ne maradjon, és itt legyen a többlet. Magyarországon legyen a dharma többlete. És ez nem csak egy másféle nézőpontot, vagy elkötelezettséget kíván, ez a karmának a helyes látását is megkívánja. Tehát egyrészt nagyon, nagyon nagy privilégium József Attilát és Hanvas Bélát eredetiben olvasni. Ez az egyik. Másik pedig az, hogy ennek az országnak most tényleg tisztán látásra lenne a legnagyobb szüksége. Egyébként nem mászunk ki ebből, ami itt van. Tisztán látó, világos, tudatú, bölcsességgel és együttérzéssel bíró emberek. Ez a kulcs. Senkit nem lehet erre kényszeríteni, senkinek nem lehet kiosztatni, senkiben nem lehet beleoltatni. Ezért tanítjuk így. És nem másképp. Aki jön, jön, aki nem jön, nem jön. Tehát ez egyéni és csoportkarma szintjén akkor nagyon jól látható, hogy ez miért fontos. Tehát, hogyha nem létesítünk ilyen helyeket, nem teszünk bele energiát, nem tanítjuk a tant, akkor a csoport és az egyén tudatállapota nem fog változni, és szépen rója a köreit. Körbe-körbe karikába, megismételve szinte ugyanazt. Ez a tragédia. Az pedig totálisan a mi lehetőségeink közé tartozik, hogy ebből kikeveredjünk, ebből kijöjjünk. Ugye arra kérdésen akkor választ kaptam, hogy a külsőről szól. Viszont hogy én mit teltek a saját utamnak a
kell-e felgyorsításáért, ha éppen így van. Másodszor szeretné gyorsítani, jelzem, hogy ez veszélyes. Nem csak egyáltalán maga az út, hogy ezt majd én észre fogom venni, meg fogom kapni, tehát melyik kell ezzel nekem dolgozni, mit tudok én ezért tenni? Lásd meg önmagad, és törekedj arra, hogy minél többet láss magadból. Minél többet láss magadban. Minél inkább lásd meg, hogy a karmádnak mi az eredete, mert ott van az enyészete is. Tehát az alfa és az omega az ugyanott van. Emlékezzünk erre. Tehát igazi önvalód az alfa és az omega. Erről az énről lenne igazán szó. És nem a személyes kis egoitásunkra. Jó? Tehát nagyon sokat tudsz tenni, lásd meg önmagad. Fedezd fel, hogy valójában ki vagy. Ezt pillanatról pillanatra lehet tenni. Erre léteznek meditációs módszerek, de a módszerek is csak olyanok, mint a partvisnyél a bicikli nyereg mögött, amikor a gyerek megtanulja, ugye, hogy ne essen rögtön így jobbra meg balra, de amikor már elnyerte az egyensúlyt, kihúzzuk a partvisnyelt, menjél fiam bringázni. Ugyanilyenek a külső formák. Ezeket meg kell tanulni. Tehát nem létezik az, hogy a sörözőben kezdjük a zent, és akkor az úgy nagyon jó lesz. Mert akkor ilyen söröző zen lesz belőle, és kész. De hogyha tényleg elsajátítod a zen gyakorlatát, és gyakorlod a formákat, és éveket vagy évtizedeket töltesz vele, akkor a sörözőben is megtartod a teljesen tiszta tudatot, miközben ez kívülről nem vevődik észre. De belül nagyon más, mint a résztvevők nagy része. Jó? Más kérdés? Ott. Hogy ha az igazi énemet elkezdem keresni, most más szavakkal, de utalt el arra, hogy fontos, hogy az ember kivigye a szemetet, csomó hülyeségtől megcsupaszítson magam, akkor marad bármi olyan egyéni, ami én vagyok, értékkel, hogy ilyen legyek, de mégsem az egóm, és megkülönböztet attól, aki ezt a folyamatot ugyanúgy végigvitte, vagy van egy-egy csepp, ami így szépen belehullik az óceánba, és halló. Amikor a csepp az óceánba hullik, akkor meglátja, hogy neki valójában mi a szerepe. Most az a szerepe, hogy egy hatalmas, ugye Hawaii partjait mosó hullám legyen, és részt vesz a többi cseppel ebben. Tehát amikor kódorog szerencsétlen a levegőben, és csak lefelé esik, akkor nem tudja, hogy mi a dolga, mert zuhan lefele. De mihelyt elérte az óceánt, azon nyomban legyél szíves a golfáramlatba részt venni, jobbra, szevasz. És hogyha lehűltél ott az Északi-sör környékén, akkor legyél szíves alábukni, és utána visszaszivárogni Afrika partjaihoz. Sótartalomra vigyázzunk. Tehát megvan minden cseppnek a feladata. Ez nem jelenti azt, hogy ilyen egyéni, uniform szubstanciává visszagyúrnak mindenkit, és akkor ott állsz, mint ugye egyénke, uniformka, és akkor mindenki ugyanúgy néz ki, mindenki ugyanazt eszi, ugyanazt érzi, stb. Ez csak az ilyen nagyon-nagyon disztópiás, magyarul negatív utópiás filmekben van így, és ezek is nagyon szórakoztatók, de nem ezt szeretnék megvalósítani. Az egyéni sajátosságok teljes tiszteletben tartásával, sőt kibontásával térsz vissza a nagy egészbe. A kettő együtt van. Hatalmas paradox, hogy ez hogy lehet. De lehet. Tehát amikor egyé válsz a világegyetemmel, akkor furcsa mód elnyered a te egyéni partikuláris hivatásodat. Gyönyörű. És ez viccaverző is igaz, csak úgy nehezebb, mert mindenki ugye, hogy én mit akarok, hogy én mit akarok, nekem mi a dolgod, stb. Stb. Az én nélkül találd meg, hogy mi a dolgod. Egyébként lehetséges a visszatérés hatalmas ugye, tehetségeknek, óriásra nőtt egóknak, stb. Stb. Csak először bukni kell. És erről szól az összes alászállás mítosz. Az aki dudás akar lenni kezdetű magyar rigmustól kezdve, az orfikus tanokig minden erről szól. Tehát minden spirituálisan töltött kultúra ezt megteremtette, Indiától kezdve Egyiptomig, Kína, Japán, Korea, amit akarsz. Mind ott van az alászállás mítosz. És az alászállás az arról szól, hogy először nagy magasságokba emelkedsz, és utána buksz, és utána pedig az egoitásod leég a szenvedés tüzében, és amikor följössz, akkor vagy igazán önmagad. Mert leégett minden illúzió, minden egoitás, minden olyan dolog rólad, amivel összetévesztetted eddig önmagad, de már nem volt tartható, mert a szenvedés leégette róla. És akkor ez a tűz a belátás fényévé tud válni. Na, így képzeljük el a fejlődést.
Ez nem habostorta, kérem szépen, de járható, sőt egy idő után izgalmasabb, mint bármi, amit a televízión tudsz nézni. Ha van mellettem is egy csepp, mondjuk 17,5 mm-re, már marhára hasonlít. Ez már nagyon intim zóna, vigyázzunk, igen. Egyszerre beleesünk abba a tengerbe, ugyanaz az áramlat, ugyanoda visz minket, onnantól kezdve köztet. És a másik csepp közt, van-e bármi különbség? Van-e bármi lényegi különbség, van bármi egyént az igazi önmagamat meghatározó dolog, vagy ja, az, hogy olyan vagyok, mint ő, és nem olyan, mint aki 30 kilométerre odébb esett le? Nagyon durva választ fogok adni, csak fogalmit. Lényegileg azonos, funkciójában és partikularitásában különböző. Tehát itt mindannyian emberek vagyunk, de nincs két ugyanolyan arc. Szerencsére, most gondold el. Még az ikrek se ugyanazok. Az is nagyon jó. Tehát nincs két olyan jelenség, amely ugyanolyan, ugyanaz lenne. Ez egyébként se logikailag, se természetes gondolkodás szempontjából nem képzelhető el. Ha valami tökéletesen ugyanolyan lenne, mint a másik, akkor ugyanazt a pontot foglalnák el térben és időben, magyarul nem különbözhetnének. Nincs két ugyanolyan karma, hogyha térben és időben csak 17,5 mm-rel különböző pontot foglaltál el. Nincs két ugyanolyan, nincs olyan gyár, aki ezt megcsinálja. Nincs. Tehát nem kell aggódni az egyéniség eltűnése miatt, hanem inkább arra kéne rávilágítani, hogy neked mi a dolgod belül. Nem az, hogy egy idő után, nem az, hogy ki vagyok én, attól már tényleg ki vagyok, hogy ki vagyok én, az már fárasztó egy idő után. Tehát tényleg fedezd föl igazi önmagad, de ne a személyiségedet akard újra definálni, hogy ki vagyok, már megint nagyon ki vagyok. Tehát nem jó. Hasztalan. Egyrészt, hogy mi ez? Ez jobb, mert itt a személyiséget, mint illúziót kilőtted. Tehát tényleg a lényegi tapasztalás felé mész a kérdéssel, és azt már nem kell elárulnom, hogy a nagy kérdéssel való gyakorlatnak kettő darab fázisa van. Az egyik, amikor a kérdést elismétled, mondjuk minden belégzéskor, és a másik, amikor már verbálisan nem ismétled el. Ez ahhoz hasonlít, amikor valaki mindig balra vagy jobbra, aztán már csak mutat. Aztán már csak föl sem emeli a karját, csak gondol. És a ló arra megy. Oké? Tehát ez a felfedező út, hogyha átfordítod abba, hogy mi a dolgom, akkor megadja neked pontosan azt, hogy ugye a cseppek mit csinálnak. És éppen hullámot gyakorolnak, vagy átmentek mondjuk desztillált vízbe, és beköltöztek egy autóhűtőjébe egy kis időre, aztán onnan is ki. Tehát mi a dolgom? És ez nem egy olyan dolog, hogy belső pályaválasztási tanácsadót tartasz. Ez úgy működik, hogy egy csomó válasz az jön, és megy. De nem leszel a saját minisztériumod, Isten ments. Olyan büróba fulladnál, mint a szél. Tehát mi a dolgom? És engedd, hogy pörögjön a film. És egyszer csak lesz egy válasz, amelyik nem mozdul el a kérdés mellől. Az kell. És meg fogsz döbbenni, hogy milyen elképesztően más dolgok jöhetnek ki belőled a mélyebb rétegeidből, mint amit a világ óhajt felét sugározni, kivéve egy-két téged nagyon jól ismerő ember, de nagyon sokszor nem akarunk hallgatni rájuk, mert túl mélyet mondanak, és túlságosan így bele. Tehát mi ez, és mi a dolgom? Ezt lehet művelni, és akkor megvan a válasz. Még? Mondd. Hát, hogy ugye meditáció közben szépen rájövünk arra, hogy nem azok vagyunk, akit elképzeltünk. Idáig eljutottam, azt nem tudom meg, hogy ki vagyok. És ezzel fölmerült bennem egy olyan krízis helyzet, hogy akkor az ismerőseim, barátaim se azok, akiknek látom őket, vagy akiknek magukat gondolják, ezáltal bármelyik kapcsolatrendszerem hazugság. Lehet, de nem biztos, hogy úgy van. Tehát mindez lehetséges, amit elmondtál. Hogy ezen a krízisen, hogy lehet túljutni? Úgy, hogy felteszed a kérdést, nagyon jó a kérdés, Viola. Felteszed a kérdést nem csak úgy, hogy ki vagyok én, vagy mi ez, hanem hogy mi az, ki ő valójában.
És hát ezt nem szoktuk rögtön tanítani, mert először magával gyűrközzön meg az ember, birkózzon meg egy kicsit a karmájával. De a következő lépés az, hogy a másik embert lásd tisztán. A másik szívét érezd tisztán. A másik gondolatát lásd tisztán. De ha a sajátodat nem tudod, akkor a másikét sem. Ezért a te incipia, ahogy mondta a régi latin művelt, kezd magadon. Ott kezdődik és végződik minden. Nagyon jó a kérdés, és tényleg, amikor meglátod, hogy valójában egy kapcsolatot mi motivál, és ahhoz képest, amit addig hittél róla, na az egy nagyon komoly hideg zuhany lehet. Más is van, hogy jaj, hát én azt gondoltam, hogy ez milyen szörnyű ember. És most kiderült, hogy csak jót akart nekem, de nem fejezte ki úgy magát, ahogy én azt szerettem volna. Tehát lehet pozitív csalódás, lehet negatív csalódás is, de ami nagyon fontos, hogy ne riadj vissza a megismeréstől. Tehát legyen bátorságod ez az ember, a nagy bátorság, a nagy kérdés után. Tehát megint három nagyon fontos fogalomra kezdünk el rávilágítani. Az egyik a nagy kérdés, erről beszéltünk ma. És itt a nagy kérdés azzá fordítódik le, hogy ki ő. Valójában ki ő. És utána nagy bátorság kell ahhoz, hogy a választ elviseld, a látást elviseld. És valahol ebből a kitartásból és belső erőből van a nagy hit. Tehát ez a hit, ez nem valamiféle ortodox tamból való táplálkozás, hogy beborítom az ideológiámmal magamat, és gyorsan kimegyek vele az utcára, és ordítok. Ez a belső mély meggyőződés, ez a belső tapasztalatra alapuló hit, amit a világ visszaigazol, sőt, igazítja. Kiigazítja és igazolja egyben. Mikor, hogy. De a tapasztalat nagyon fontos, és hogyha ez a tapasztalat nincs meg, akkor sokkal, de sokkal rosszabb tudatállapotban tudunk távozni, mint ahogy idejöttünk, és ebből a szempontból szellemi mínuszban zárjuk az inkarnációt. És nem így kéne. Ha már itt vagyunk, és tudjuk, hogy üres kézzel jövünk, és üres kézzel távozunk, akkor mi az, ami bennünk ez az egyszerű és tiszta? Na, ezt találjuk meg, kérem szépen. Kitűnő volt a kérdés. További kérdések bárkitől? Itt a meditációról volt az előbb Szabjola részéről, hogyha ez egy technika, az a meditáció. Is, de nem csak az. Mondjuk, ha ezt jól csinálnám, vagy jól csinálnánk, akkor tisztán látnánk magunkat, önmagunkat, másokat, és tehát az egész Kárpát-medencében élőknek, mit tudom én, hány százaléka ezt jól csinálná, akkor bölcs és jó döntéseket tudnának hozni? Igen. Körülbelül hány százaléknak kéne ahhoz ezt végeznie, mondjuk lehet mást is, biztos van másút is, ami a bölcs és jó döntések meghozatalához. Mert mondta, hogy arra volna szükség, hogy kihűljünk a mély gödörből, hogy van erre valami. Legalább 10%. Akkor is ezt terjesszük, és csináljuk mi is. Csináljuk, és ha az a dolgunk, hogy tanítsuk, az meg fogja lenni. De ne terjesszük. Ne terjesszük. És akkor fogjuk szinte csípőből tudni, hogy most jól csináljuk. Majdnem. Tantienből fogjuk érezni. A csípőből az ugye... Az nagyon jó. De és ez nem lovagolok szavakon, csak azért ne terjesszük, mert ez nem terjeszthető. Tehát a felébredés az nem terjeszthető, tanítható, barátoknak elmondható, különböző információs fórumokon közölhető, de nem megyünk oda vele emberekhez, nem próbálunk meggyőzni senkit, nem próbálunk rábírni senkit sem arra, hogy kövesse az utunkat és nekünk higgyen. Ez nagyon fontos. Tehát rengeteg olyan szenvedő ember van, problémával élő ember van, aki már nyitott arra, hogy a tant meghallja, és az úton elinduljon. Tehát az embereknek segíteni kell, és a kérdésekre válaszolni, nem pedig meggyőzni őket. Elég volt a meggyőzésből, több ezer éve győzködjük egymást, és nem hallgatunk egymásra. Pontosan azért, mert félünk a másiktól, és nem bízunk benne.
Nem tudom, hogy mivel közeledik, nem tudom, hogy miért adja a kezembe a könyvet, nem tudom, hogy miért hív el ide-oda-amoda, és valójában nem is érdekel. Na ez az attitűd mindaddig fennmarad, ameddig az énség funkcionál és nem borul be. És amikor beteg vagyok, akkor megyek orvoshoz. Amikor az árokba ment a jármű, akkor hívom a vontatót. Teljesen természetes emberi magatartás, itt megelőzésnek nagyon kevés a lehetősége. Lehet, de nagyon kevés a lehetősége. Tehát lássuk meg az alkalmat, a helyzetet, a személyt, hogy pontosan kinek lehet ezt elmondani úgy, hogy azt értse, amit mi mondunk. És ne akadjon bele a különböző falakba, gátakba. Miért ne? Mert ezzel ezek a gátak és falak erősebbek lesznek. Ja, arról már hallottam. Oké? Okay? Tehát ez egy nagyon fontos, és végképp nem csak az erre adott kérdés, erre a kérdésre adott válasz, hanem egy általános attitűd, amivel meg szeretnénk tartani egy olyan minőséget, ami a tannak a sajátja fogantatásától kezdve. Utolsó egy-két kérdés. Mondd. Nekem inkább egy kérdésem lenne. Mondd, Ági. Volt szó a Lótusz útráról, hogy Buddha négy igazságára, hogy elmondanád nekünk a Lótusz útrát, hogy egy részletet belőle. Szeretnéd, hogy itt üljünk holnap reggelig? Egy részletet belőle akkor, ami így ide vág. Azért mondom, hogy a részletet, igen, nem többiek is szeretnék. A Lótusz útra az gyakorlatilag a legfontosabb része a négy nemes igazság, és ezzel nem tudatlanságomat szeretném palástolni, de nem tudok neked többet idézni a Lótusz szútrából, mert nekem ennyi mindig elég volt. Tehát egyszerűen belenéztem. Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Belenézhetsz, megvan angolul, magyarul, olvasgassál belőle kedvedre, meg akarod beszélni, akkor írsz egy e-mailt, és akkor, ha van kérdésed, annak alapján tudok segíteni. De a zen az gyakorlatilag megvan az ilyen szútrák alapos, beható, állandó tanulmányozása nélkül. Valamilyen szinten a lényeget ismerni kell. De hogyha el akarnánk olvasni az összes szútrát, ami Buddha után maradt, az napi 8 órával és 60 évvel számolva, az kb. 2,5 élet, úgyhogy kicsit sok. Kérdés az, hogy ezt hogy tudta megtanítani? A válasz az, hogy ezt nem mindő tanította. Rengeteg kommentár fűződött hozzá, főleg Mahajánában. És a gyűjtemény az ugye elég vaskos. Több kötet. Na most a legfontosabb szútrák azok gyakorlatilag 2-3 ilyen vastag kötetbe beleférnek, de hogyha vissza kéne idéznem, hogy mennyit olvastam belőlük, hát gyalázatos tanuló lennék. A legfontosabbat, mint a 100 híres regény, a legfontosabbat mondják egy két oldalon, utána mindenki menjen a dolgára. Nekem nincs időm arra, hogy állandóan a könyveket bújjam. Szeretek olvasni, van is egy-kettő. De nem arról szól az életünk, hogy a 0 és a 90 fok között állandóan vádlizzuk, vagy pedig a 90 foknál ott fényezzük a saját fogalmi tudásunkat. Úgyhogy nagyon jó a kérdés, tudatlan vagyok, és műveletlen, nem tudok többet a Lótusz szútráról, mint a négy nemes igazság, ami benne van. És köszönöm a válaszodat rá. Jó. Utolsó, mondd. Egy gyakorlati kérdésem van a dungeon ponttal kapcsolatban. Hajrá! Amit a... Neked most egy speciális tantén gyakorlatod van, azt tudod. Nekem igen. Ma, amit a meditáció elején elmondtál, nem mondom teljesen jelen, de nem tudom, hogy emlékszel-e, de tulajdonképpen elmagyarázhatod, hogy miért van a figyelem. Igen, és arra is emlékszem, hogy áldozatos munkával járkáltál ki és be a terembe, és ezért nem lehettél jelen, pontosan. És azért kérdezem, mert ugye én siacóval kezelek, és sokszor tapasztalatban, dolgozok a saját tantjén pontomban, és harakezelésnél ugye ez a központ. És észrevettem, hogyha valakit már mondjuk rége volt a kezelek, és akkor jönnek ezek a meridiánok, vagy a problémák alapján, hogy előbb-utóbb odajuk adok, hogy akkor nézzük meg egy harakezelést. És hogy olyankor mindig, tehát hogy azt látom, hogy akkor kezdenek el fejlődni. Hogy akármi is volt mondjuk a kiinduló probléma, hogy ott így elindul a változás. És csak azért szeretném, hogyha még egyszer azt, hogy elmondanád, hogy mert nekem az előbb jött gyakorlati dolgokból ez a tapasztalati úton ez a... Ma, amikor beszéltem a Wongi, Degi, Kongi és Hapki működéséről, akkor kiemeltem a tantient, mint egy kardinális fontosságú pontot, és ezért van ez a kozmikus mudra, vagy maha mudra itt a tantienen, és nem valami más helyen itt a szervezetben.
Mert gyakorlatilag az energiát erre összpontosítva ki is nyitod ezt a kaput, és ez a legnagyobb közlekedő kapu az univerzum és közted. Tehát itt még eredeti formájában kapod az energiát úgy, ahogy van, és nem manifestálódik valami érzés, beszéd, érzékszervi hatás és gondolkodás formájában. Tehát a tantien gyakorlat ezért ilyen fontos, és hogyha a szervezet energia szintje megemelkedik, akkor sokkal jobban elbír egy csomó belső feladattal, például megerősödik az immunrendszer, javulnak az érzékszervek, hogyha több a csí, mert ugye több az energia, akkor lazább is lesz a test, nem lesz annyira bekötve, nem remeg annyira. Ezek a finom kis spazmusok, a remegések az izmokban elkezdenek kilazulni, áramlik az energia, rengeteg pozitív változás történik ezáltal. Úgyhogy a tantien az egy nagyon ősi és nagyon régi pont, ez a fának a gyökere. Tehát, hogyha a fának a gyökerét az ember elhanyagolja, akkor a fa törzse és a lombozata az bizony ki tud törni, el tud hervadni, ki tud száradni, stb. Tehát amikor az ember meditál, akkor a test ugye előlapján lévő energia szépen lefele megy, és megáll a tantiennél, nem teljesen áll meg, de számunkra most statikusnak mondható. Ott is van egy kis keringés benne. És azért ilyen fontos a meditációnak ez az egyszerű, tiszta zen változata, mert amikor érzések és gondolatok dominálnak, akkor az energia a test előlapján fölfelé utazik, és néha nagyon gyorsan. Ettől kapunk szívinfarktust, ettől kapunk torokszorítást, ettől kapunk agyvérzést. És ennek van egy koreai neve, a sangi, vagy felszálló repülő ki. Ugyanez, mint a sangyongban sang. Szó szerint azt jelenti, hogy dupla, de az, hogy elrobbant valahonnan, és fölfelé emelkedik. Ugye, tehát a képe lent van, de a test már fönn, dupla. Okay? És ez a sangi, ez a legveszélyesebb történet, és meditációban azért is kérjük az embereket, hogy tartsák félig nyitva a szemüket, vagy résnyire nyitva, hogy a szemben és a vizualitásban levő energia lefele áramoljon, és ezért a test előlapján szépen menjen lefele. Ha becsukod a szemedet, akkor szép lassan megy fölfele, és elkezded bevetíteni magadnak a saját kis mozifilmedet, ami alapesetben csak egy újabb sorozat a te személyes történetedből, de ha valami kőkemény karma megjelenik, és megdobja fölfele, akkor hirtelen ilyen szívcsakra, torokcsakra, vagy homlokcsakra túltelítődés következhet be, és ez nagyon veszélyes tud lenni. Tehát simán kiverhet egy pár biztosítékot ide, és tehát nem ez kell. Hogyha helyesen csináljuk a gyakorlatot, akkor ezt nem lehet túladagolni, és nem lehet vele balesetet okozni. Ha valaki elkezd kísérletezni, lelke rajta, de belefuthat olyan hibákba, hogy nagyon nehéz javítani. Tehát világosan az összes instrukciót megmondtam, amivel ezt jól lehet csinálni, és teljesen veszélytelen, és teljesen, hogy mondjam, túladagolhatatlan. Tehát nem lehet elég erős a tantiened. Tehát nem lesz ilyen eredménye a dolognak. Természetesen az egyensúlyra kell törekedni, és hogyha ezek a csatornák felszabadulnak, mert elég eredeti energiát, vagy elég kozmikus energiát kaptál, akkor ez egy kicsit könnyedebb, de nem túl könnyű létet eredményez. Tehát van egy belső valutád, amivel tudod finanszírozni a különböző kiadásaidat a szem, fül, orr, nyelv, test és értelem útján. Tehát az energiánk 70%-a az a vizuális ingerekre megy el. És csak a többi 30, az összes többi érzékszer, meg a gondolkodás. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, jót kérdeztél, és a tantien gyakorlat ezért az ennek a sajátja. A templomban fönn tanítunk olyan csikungot is, ami csak a tantient erősíti. Semmi más nem csinál, megpörgeti ezt a mikrokozmikus energiakört a helyes irányban, és megerősíti a tantient. Ezt az összes visszavonulásunkon naponta kétszer csináljuk. Pontosan azért, hogy amikor ül, már amikor leül a tanítvány a matracra és a párnára, akkor pontosan az történjen, aminek történnie kell. És az rendben van. Attól még a te mozifilmed nem szűnik meg. Attól még az te leszel. Úgyhogy majd szépen meglátod, hogy a mozivászon az nem te vagy. Tehát nem vagyunk projekciós felület senkinek. Vigyázzunk rá. Kilépsz a filmből, leülsz a közönség soraiba, látsz, hogy hú, hát ez tényleg az én filmem, tehát én rendeztem.
Honnan is jön a vetítés? Fölnézel, és na, nézzük már meg ki ez a mozigépész, és aztán megint találkozol magaddal. És akkor a mozigépész megnyugszik, és engedi lepördülni a filmet. És amikor kipördül az utolsó kocka és a tekercsből, akkor az az eredeti fény, az felviláglik, amitől ez az egész lehetségessé vált. És ezt a fényt tapasztalni, ez egy nagyon nagy áldás. Innentől kezdve szabad vagy. Innentől kezdve a tudatodat, te magad tudod irányítani, mert elnyerted igazi önvalódat. És ezzel lehet segíteni másoknak, magunknak, az egész világnak, vagy világoknak egyaránt. Úgyhogy megköszönöm én a ma esti kitüntető figyelmeteket. Én őszintén kívánom, hogy minél többen járjunk ezen az úton, amely stílus, kultúra és civilizáció független. Találjuk meg a felébredést, érjük el igazi önmagunkat, és tényleg próbáljunk meg segíteni magunkon és másokon egyaránt. Köszönöm a figyelmet!